Üdvözlök mindenkit, Horváth Gábor vagyok, és a modern rendszer programozási nyelvekről szeretnék beszélni. Előjáróban ki vagyok én, hogy számra veszem a rendszerprogramozási nyelveket. Az egyetemen elsősorban ezekkel a nyelvekkel kapcsolatos kutatásokban veszek részt. Elsősorban kódmegértést segítő alkalmazásokat fejlesztünk, illetve statikus analízist végzünk kódokon, próbáljuk automatizálni bizonyos típusú hibáknak a kiszűrését nagy kódbázisokon, illetve bizonyos automatizálható feladatokat ilyen source-to-source translation-nel végzünk el. Ehhez kapcsolódik a kódinstrumentáció. Alapvetően C és C++-ban van tapasztalatom, tehát az az a nyelv, amihez hasonlítani fogom az összes többit elsősorban, illetve tavaly C++ témájában tartottam itt előadást, illetve ez az a nyelv, amiben nagyobb tapasztalatom is van, illetve ezt tanítom az egyetemen is. Akkor milyen elvárásaink vannak egy rendszerprogramozási nyelvvel kapcsolatban? Először is a fordítási modellje az ahead of time kell, hogy legyen, ugyanis ezeknek a fordítóknak jelenleg sokkal hatékonyabb optimalizációs képességeik vannak, mint a just-in-time fordítóknak, illetve interpretereknek, illetve sokkal több ellenőrzést tudnak fordítási időben elvégezni, ezáltal több garanciája van a programozónak annak a tekintetében, hogy mik azok a hibák, amik már fordítási időben kiderülnek. Ez az ellenőrzéshez járul hozzá nagyban, hogy egy erős statikus típusrendszert követelünk meg ezektől a nyelvektől. Emellett elvárás, hogy hozzáférjünk a hardvereinkhez, akár inline assembly kódok formájában is, illetve elvárjuk a modern nyelvektől, hogy modern nyelvi eszközöket nyújtsanak számunkra, jó absztrakciós lehetőségeket, és lehetőleg ezekért ne kelljen nagy árat fizetni a rendszerünk teljesítményét tekintve. Emellett azt akarjuk, hogy mi választhassuk meg azt a programozási paradigmát, amiben dolgozni akarunk, ne a nyelv korlátozzon le minket, illetve az a C++-os filozófia jó, hogyha megvalósul, hogy csak azért fizetünk, amit használunk, tehát hogyha nekünk nincs szükségünk mondjuk garbage collectorra, akkor nem akarjuk az árát megfizetni. A C++ jelenleg a legmegfelelőbb rendszerprogramozási nyelv, azonban ez nem feltétlen lesz így 5 év múlva, és elsősorban ezért akarok most néhány nyelvet áttekinteni, hogy kik azok, akiknek lehetőségük van rá, hogy esetleg ezen a területen, ebben a doménen versengjenek a C++-szal. Jelenleg a C++ az nem egy rendszerprogramozási nyelv, hanem a rendszerprogramozási nyelv. Tehát nagyon ritka az, hogy egyáltalán más nyelv szóba jön, amikor tényleg sebességkritikus, illetve hardware közeli alkalmazásokról vagy rendszerekről lenne szó. Megkapjuk az olcsó absztrakcióinkat, nagyon fejlett optimalizáló fordítók vannak hozzá, viszont rányomja a bélyegét erre a nyelvre az, hogy kompatibilisnek kell lennie a C-vel, illetve a régebbi C++ szabványokkal, és azáltal, hogy a programozóknak lehetősége van olyan konstrukciók használatára, amik nem biztonságosak és nem feltétlen teljesítenek jól emellett, akkor jó eséllyel használni is fogják, éppen ezért C++-ban rengeteg hiba lehetőségünk van. Emellett a fordítási modellje az elavult, ezért nagy kódbázisok fordítása az igen nagy kihívást jelent. Például a jelenlegi munkahelyemen a 13 milliósor feletti kódbázisnál, hogyha olyan headert módosítok, ami majdnem minden translation unitba be van inkludolva, akkor ott a teljes forráskódot durván, hát olyan 4 óra alatt fordítom le egy modern 4 magos PC-n, és úgy, hogyha az embernek egy bizonyos módosítás teszteléséhez kiesik a munkaidejének a fele, az nem egészen produktív. Tehát alapvetően a programozók produktivitását is hivatottak növelni ezek a nyelvek. Emellett el is sok paradigmában lehet programozni benne. Úgyhogy jelenleg ez a de facto rendszerprogramozási nyelv. Az a 3 nyelv, amit át fogunk tekinteni, a D, ami a C++-ra épül elég erősen, mint ahogy a
neve is mutatja, a Google-nek a Go nyelve, aminek egy ilyen hörcsög a kabala állatkája, illetve a logója, illetve a Rust, ami a Mozilla Research-nek az üdvöskéje. Alapvetően azok a tendenciák figyelhetőek meg a nyelvekkel kapcsolatban, hogy egyre inkább elmegyünk a konkurens és párhuzamos eszközök felé irányába, ugyanis most már egy-egy processzormagnak a teljesítménye az nem nő jelentősen évről évre, ezzel szemben inkább a processzormagok száma az, ami húzamos, vagy hát ami nagyobb mértékben nő. Egy érdekesség, hogy Björn Stroustrupnak megjelent egy cikke, amiben úgy foglalja össze a szükségleteit, a párhuzamos eszközöknek a szükségét, hogyha valaki most egy egyszálon futó alkalmazást ír, ami nem használja ki mondjuk a vektorműveletét a processzornak, azzal úgy durván a 4%-át használja ki mondjuk egy személy számítógép számítási kapacitásának, mert ő azt mondja, hogy durván 75%-a a számítási kapacitásnak a GPU-ban van, az kiesett. Akkor a processzorra, hogyha lemegyünk, akkor a maradék 25%, 75%-a az a többi magon van, durván, lehet, hogy még több, az is kiesett. És azon a maradék egy magon a maradék számítási teljesítménynek 75%-a az ugye a vektorműveletek, a vektorunitokban található, és azt is elvesztettük, tehát manapság már nem feltétlen éri meg klasszikus módon szekvenciális programokban gondolkozni. Emellett picit ennek hatásaképp egyre inkább divatossá válik a funkcionális eszközök és a funkcionális programozás, valamint minél több változó érték, ami valójában nem változik, konstansnak jelölése, ugyanis ezzel sokkal egyszerűbb ezekkel az eszközökkel párhuzamos programokat, meg konkurens programokat írni. Emellett mind a három nyelvben, amiről szó lesz, már a fordító beépítette rendelkezik unit tesztekhez, nyelvi eszközökkel, valamint coverage ellenőrzéssel, hogy mennyire fettük le a tesztekkel a kódunkat, valamint dokumentáció generálókkal is. Elég sok fordítási idejű ellenőrzést végeznek ezek a fordítók, és érdekes módon az objektumorientált programozás bizonyos szempontból kezd háttérbe szorulni, legalábbis a rendszerprogramozás esetén. Emellett most már egyre divatosabbá válik, hogy nem követelik meg a programozótól, hogy minden esetben mindig tudjuk minden típusnak pontos nevét, amilyen esetben a fordító ezt nekünk ki tudja következtetni a kód környezetéből, akkor valami kulcsszóval, például vara, C#-ba, hogyha jól emlékszem, megadhatjuk a fordítónak, hogy találja ki ő nekünk, hogy mi a típusa az adott változónak. Ez eddig ugye csak az interpretált nyelvekre volt jellemző, most már úgy néz ki, hogy a lefordított nyelveknél is hatékonyan meg lehet ezt oldani. Alapvetően a rendszerprogramok esetén nagy kódbázisokról szoktunk beszélni, és érdemes arról beszélni, hogy mik azok a paradigmák, amiket érdemes alkalmazni, és mikor érdemes őket alkalmazni. Hát alapvetően, amit csak lehet, deklaratív módon akarunk leírni. Ez azt jelenti, hogy mi nem azt mondjuk el, hogy hogyan akarunk valamit csinálni, hanem csak, hogy mit akarunk. Leírjuk valami leíró nyelven, hogy hogyan nézzen ki egy grafikus felület, vagy valamilyen fájlban vannak nekünk beállításaink, reguláris kifejezéssel leírjuk, hogy mi az a minta, amit meg akarunk keresni egy szövegben, de nem vagyunk arra kíváncsiak, hogy hogyan történik a mintaillesztés. És ezek egyrészt nagyon könnyen megérthetőek, és nagyon sok információt nagyon tömören tudnak a deklaratív kódok tartalmazni, és ez a fajta deklaratív programozás már elég hamar megjelent, tehát ez nagyon sok ideje jelen van. Amit nem tudunk deklaratívan leírni, azt most funkcionális nyelven érdemes például egy MapReduce stratégiával megfogalmazni, ugyanis azt könnyen tudjuk majd párhuzamosítani, és valamennyivel azt szokták mondani a funkcionális programozásnak a hívei, hogy érthetőbb és könnyen fenntarthatóbb, tömörebb kódot fogunk kapni, úgyhogy alapvetően érdemes a funkcionális eszközök kihasználására törekedni. És abban az esetben, hogyha egy problémát funkcionális eszközökkel se tudunk hatékonyan vagy elegánsan megfogalmazni, akkor érdemes az imperatív eszközeinkhez nyúlni, például objektumorientált paradigma, vagy esetleg egy inline assembly kód. Hát itt a
modern rendszerprogramozási nyelvekről beszélek, de hogy mennyire modernek is ezek, jól mutatja, hogy például a funkcionális programozás alapjait már 1930-ban lefektette Church a lambda kalkulussával, illetve lambda függvény, closure, körizés, ezek már a 60-as években megjelent Lisp programozási nyelvben is megtalálhatóak voltak. Érdemes megemlíteni, hogy hát ez a majdnem 60, hát 50 éves feature, például a lambda függvény, ez a 2011-es szabvánnyal került be a C++-ba, illetve a Java 8 szabvánnyal került be a Java-ba. Tehát azok a nyelvi eszközök, amikről most szó van, és mi most modern nyelvekben megköveteljük ezeknek a jelenlétét, ezek valójában már 40-50 éves koncepciók, vagy akár még régebbiek. Hát például érdekes, van egy cikk az interneten, nem raktam bele az előadásomba a címét, hogyha végén elérhető, vagy hát az utolsó dián ott lesznek az elérhetőségeim, hogyha valakit érdekel, elküldhetem neki, ahol összehasonlítják a Google Go-t az Algol 68-szal, egy 1968-ban lett meg az Algol 68 szabványa, és igazából azt hozzák ki az összehasonlításban, hogy minden nyelvi eszköz, ami a Go-ban megtalálható, annak egy megfelelője megtalálható az Algol 68-ban is. És ennek kapcsán a Mozilla-nak a Rust programozási nyelve, egy kicsi öniróniával, rozsdának hívja magát, mert gyakorlatilag azok közül, a koncepciók közül, amit felhasznál, semmi újdonság nincsen, mind olyan, aminek már az elméletét kidolgozták jóval korábban. Megnéztük azt, hogy a mostani modern rendszerprogramozási nyelveknek a nyelvi eszközei 40-50 évesek is akár. Mit csináljon az, hogyha valaki valami kóstolót akar a jövőből, hogy mondjuk mától fogva, hát valamennyire gyorsul ez a folyamat, úgyhogy nem azt mondom, hogy 40-50 év múlva, hanem mondjuk 5-10 év múlva, mik azok a nyelvi eszközök, amik meg fognak jelenni, hova kell nézni. Hát elsősorban a funkcionális nyelvek világába, például a Haskellben ez a Software Transactional Memory, ami már 2005-ben megjelent, ez a C++ 2017-es szabványában van előterjesztve, mint egy lehetséges új feature. Úgyhogy ha valaki már most kíváncsi, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet vele szépen párhuzamos programokat írni, akkor annak a Haskell programokat érdemes írnia. Kérdés, hogy hát akkor miért nem használja mindenki ezeket az előretörő modern nyelveket? Hát azért, mert ezeket a nyelveket, ezeket akadémikusok dolgozták ki, és eléggé nagy tudásanyag szükséges ahhoz, hogy egyáltalán valaki tudjon benne programozni. Haskellhez szükség van kategória elméletre, AGDA-hoz emellett még konstruktív logikára, koindukcióra, típus elméletre, csoport elméletre, és eléggé mély szinten van ezekre szükség. AGDA-ból van egy egyetemi kurzusom, addig még eljutottunk a Hello World programig, 2,5 évet vett igénybe. Azért, mert a nyelv nekünk még egy természetes számtípus se biztosít, végig axiomákig le kell vezetnünk, az AGDA az egy olyan nyelv, ahol minden program valójában egy bizonyítás, tehát mi az algoritmusunk helyességének a bizonyításával írjuk meg a programunkat. És amíg minden részlet, apró részlet nincs bebizonyítva, addig bizony nem fog lefutni a programunk. Úgyhogy hát nem egyszerű ilyen nyelvekhez programozót találni. Főleg mivel egyetlen egy nyelvhez akár 2-3 év képzés kell ahhoz, hogy egyáltalán olyan programot tudjon írni az ember, amit mondjuk egy 2000-es Python kurzus után meg tud csinálni Pythonban. Kedvenc fogalmuk a funkcionális programozóknak a monád, amit eléggé nehezen szoktak megérteni azok, akik az imperatív világból jöttek, és hogyha valaki megkérdez egy funkcionális programozót, de mégis mi az a monád, magyarázza már el, mert nem értem, azt fogja mondani, hogy hát ez csak egy monoid az endofunktorok kategóriájában, és még meg is lepődik rajta, hogy ezt miért olyan nehéz nekünk megérteni, hiszen ez teljesen magától értetődő. Úgyhogy amellett, hogy ezeknek a nyelveknek a megértése és használata nem egyszerű, amellett ők filozófiájukban nagyon messze is állnak a rendszerprogramozástól, nem engednek olyan részletekhez hozzáférni, ahol hibát lehet elkövetni, márpedig a rendszerprogramozásnál alapvetően szükségünk van arra, hogy lehetőleg pontosabb hozzáférésünk és
legpontosabban hozzáférjünk és irányítani tudjuk, hogy pontosan mit csinál a hardware. Miért kezd az objektumorientált programozás háttérbe szorulni? A három nyelvből, amit most bemutatok, kettőben nem találhatóak meg hagyományos értelemben véve azok az osztályok, amik Java-ban, C++-ban, C#-ban, a most elterjedt nyelvekben megtalálhatóak. Egyetlen egy példát hozok föl az objektumorientáltság eszközei közül, ez az öröklődés, amit három dologra is alapvetően felhasználunk. Egyrészt típusokat komponálunk vele, hogyha két típusból, vagy hát egy típust bele akarunk ágyazni egy másikba, az öröklődés erre egy lehetséges eszköz. Akkor polimorfizmusra is felhasználjuk, hogyha mondjuk vannak nekünk bizonyos alakzataink egy tömbben, és egy alakzat lehet kör, négyzet, stb., akkor ezt is egy öröklődési hierarchia segítségével szokás megoldani. Emellett a kód újra felhasználásnak is ez egy tipikus eszköze, és azáltal, hogy három egymástól teljesen független dologra szoktuk ezt az eszközt felhasználni, azáltal ez egy olyan kognitív overhead a programozó számára, ami nem éri meg. Rövid távon kisebb programoknál úgy néz ki, hogy mi értjük az objektumorientált programozást, és értelme van annak az osztályhierarchiának, amit mi felépítünk, ugyanakkor a rendszerprogramok azok olyan programok, amik akár egy évtizeden keresztül is fenn kell tartani ezt a kódbázist, és utólag azt vettük észre, hogy gyakran hibásnak bizonyulnak ezek az osztályhierarchiák, és utólag ezeket módosítani hatalmas nagy költség az adott cég részére. Hát egy példa, hogy miért is nem működik ez a tisztán objektumorientáltság? Hát a Java az ugye tisztán objektumorientáltnak vallja magát, de ez nem egy mindenható paradigma, vannak olyan problémák, amiket nem lehet hatékonyan modellezni ezzel, ennek a segítségével. Éppen ezért bevezették a generikeket a Java-ba. Ez elég hosszú idő volt, mire jó megoldást találtak, hogy hogyan lehetne a generikeket Java-ba modellezni, ugyanis objektumorientáltságra akarták visszavezetni. És igazából az egésznek az lett a végeredmény, hogy valójában már olyan gyenge a Java-nak a típusrendszere, hogy fordítási időben szinte semmilyen garanciát nem tud nekünk adni, ezért futási időben kénytelen egy csomó ellenőrzést elvégezni, amit C++ fordító például már fordítási időben elvégez, éppen ezért nem generál olyan kódot, ami ezzel időt vinne el. Éppen ezért a Java az nem alkalmas rendszerprogramozási nyelvnek. Akkor mielőtt tovább megyünk, néhány mitoszt szeretnék eloszlatni. Sokan azt hiszik, hogy alacsony szintű kód, például, hogyha tele van a kódon pointerekkel, az biztos azért van, mert attól gyorsabb lesz a kód. Hát ez valójában nem így van, annyira nem így van, hogy ha absztraktabb szinten fogalmazok meg egy problémát egy rendszerprogramozási nyelvben, fontos, hogy egy rendszerprogramozási nyelvben, ahol az absztrakciókat eleve úgy építették fel, hogy azt a fordító fel tudja használni a különböző optimalizációk során, akkor végeredményben gyorsabb kódhoz fogok jutni. Egy jó példa erre, hogy a C-s Q-szort, ami pointereket használ, vagy a C++-os STD-szort, ami kihasználja a magasabb szintű információkat, kihasználja azt a tudást, amit a fordító a típusok során kinyer a forráskódunkból. Ezért az inline-olás miatt valójában a magasabb szintű C++-os standard sort függvény sokkal hatékonyabb lesz, mint a C-s Q-sort. Akkor van ez a type-based aliasing analysis, aminek az a lényege, hogy különböző mutatók mutathatnak-e vajon egymást átfedő adatstruktúrákra a memóriában. Ennek az aliasing analysisnak a vizsgálata, ez nagyon nehéz. C-ben majd, hogy nem lehetetlen, mert ott egy csomó esetben void csillag, tehát ilyen típus nélküli mutatókkal dolgozunk, és ez majd, hogy nem lehetetlenné teszi. Még magasabb szintű, erősebb típusrendszerrel rendelkező nyelvekben az egymástól független típusokra mutató mutató soha nem mutathat egymásra átfedő memóriaterületre, és ezt a tudást felhasználva a fordító akár gyorsabb kódot generálhat, mint a vele ekvivalens C-kódot fordító C-fordító. Ez a fénynél is gyorsabban, ez arra a történelmi véletlenre utal, hogy a fizikában C-vel jelöljük a fénysebességet, és annál
eddigi tudásunk szerint semmi nem haladhat gyorsabban. Na most egy csomó ideig a programozási nyelvek közül a C bizonyult a leggyorsabbnak, és sokan úgy gondolták, hogy hát ennél hatékonyabb nyelvet nem is fogunk tudni csinálni. Ugyanakkor valójában ennek a TBAA-nak, ennek a Type-Based Aliasing Analysis segítségével akár a C fordítóknál is hatékonyabban optimalizáló fordítókat tudunk írni, ezáltal átléphetetlennek hit határt, amit hát elődeink gondoltak. Akkor egy érdekes hiba, vagy hát rossz gyakorlat, például null pointerezés, amikor van mondjuk egy olyan függvényünk, ami nem biztos, hogy sikerrel jár, és ezért az eredményre mutatót adunk vissza, és azzal ellenőrizzük, hogy a művelt sikeres volt-e vagy sem, hogy megnézzük, hogy null pointer ez a mutató, amit visszakaptunk. Erre egy magasabb szintű megoldás, ez az option vagy maybe típus bizonyos nyelvekben, amire majd lesz is egy példa, úgyhogy majd később még meg fogom mutatni. Ezt, hogyha azt gondolná az ember, hogy ez egy költségesebb dolog, hiszen itt valamilyen állapotban el kell tárolnom, hogy sikeres volt a művelet vagy nem, és hogyha sikeres volt, akkor még külön eltárolom azt az adatstruktúrát, amit visszaadtam. Valójában azonban például mutatóknál a fordító ezt ki fogja optimalizálni egy nullable pointerré, tehát az assembly code-ban az a költség, amit mi hiszünk, hogy ott van, az optimalizálónak hála nincs ott, viszont azáltal, hogy egy erősebben típusos kódot írunk, sokkal több garanciánk van arra, hogy az összes lehetséges hibás esetet lekezeltük. Emellett különböző meta-algoritmusokkal, például szuperoptimalizációt hajthatunk végre, vagy pedig akár bizonyos döntéseket fordítási időben meghozhatunk, és ezáltal sokkal hatékonyabb kódot kaphatunk. Ilyen metaprogramozásos eszközökkel sok alacsony szintű nyelv, például a C az nem rendelkezik, vagy csak nagyon korlátoltan. Hát ezek az állítások, amiket itt mondtam, sajnos nem tudom őket igazolni, mert az nem igazán férne bele az előadásba, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy higgye most el nekem, hogyha valaki nagyon hitetlen, akkor hogyha ír nekem e-mailt, küldök neki cikkeket. Akkor rövid áttekintés a nyelvekről, amikről beszélni fogunk. A D-nek az a filozófiája, hogy C++ done right, tehát a C++ egy újragondolása lenne, ami eldobja a visszafelé kompatibilitást, és az egyik legnagyobb előnye, hogy fordítási idejű reflexióval rendelkezik, amit csak a C++ 17-es szabványba akarnak bevezetni, és ebből adódóan nagyon erős benne a template metaprogramozás, valamint lehet szerződés alapú programozásra is alkalmas, hogyha valaki mission critical felhasználási területen akarja használni. A Rust az kicsit a C-nek, a Haskell-nek, a Ruby-nak, meg még legalább 50 másik nyelvnek az összemosódásának érződik. Eléggé egyedi a típusrendszere is, a memória modellje is. Absztrakt szintaxisfa alapú makrókkal ki lehet terjeszteni a szintaxisát, tehát akár új szintaktikus elemeket is be tudunk vezetni magában a nyelvben, anélkül, hogy mi a fordítóhoz hozzányúlnánk. Illetve érdekessége még, hogy alapértelmezetten minden változó, amit létrehozunk, konstans. Külön meg kell mondanunk, hogyha egy változót változtatni akarunk majd a jövőben. Ez egy picit elég érdekesen hangzik, de ez nem egy rossz koncepció alapvetően. Tehát ez az, ami felé úgy tűnik, hogy halad a rendszerprogramozásnak a világa. Hát a Google Go az keveset csinál, de azt jól. Tehát alapvetően, mint láttuk, egy 1968-ban megjelent nyelv már az rendelkezett azzal a nyelvi eszközökkel, amivel a Go bír, ugyanakkor nagyon hatékony a fordítója, és elég stabil, és általában jól szokott működni. Ez az egyetlen nyelv a három közül, amit amúgy már érdemes amire azt mondom, hogy production ready, tehát bárki akár szerver alkalmazásokat, aminek nagy rendelkezésre állásúnak kell lenni, elkezdhet benne fejleszteni. A másik kettővel még nem feltétlen ajánlom. Általánosságban
már volt szó róla, hogy a unit test támogatás nyelvi szinten működik, a dokumentáció generálás is, valamint opcionális garbage collectorral rendelkeznek. Ez annyiban nem igaz, hogy a Google Go-nál kötelező a garbage collector, a D-nél ugyan opcionális, de vannak olyan nyelvi feature-ök, amik felteszik, hogy van garbage collector, és a standard könyvtár szintén kihasználja, tehát nagyon körülményes benne olyan kódot írni, ami nem használja a garbage collector, de ennek ellenére lehetséges, és fejlesztés alatt áll hozzá egy ilyen alternatív standard könyvtár, ami már nem, ami nem használja ki a garbage collectort. A Rust pedig még nem rendelkezik garbage collectorral, helyette különböző smart pointerekkel, unique pointer, meg referencia számlált pointer, és a közeljövőbe tervezik, hogy könyvtári szinten vezetik bele a garbage collector, tehát a felhasználó akár le is cserélheti, ha neki van egy jobb implementációja az adott feladatra persze. Egyik konferencián, már nem emlékszem melyiken, Russell Windernek volt egy villám előadása, aminek az volt a címe, hogy kinek van szüksége C++-ra, hogyha van nekünk D és Go. Úgyhogy ennek a diasornak pár kódrészletét szeretném néhány kommenttel bemutatni, illetve hozzátettem a kódoknak a Rust-os megfelelőit. Russellnek az volt a konklúziója, hogy bármit használjunk, csak ne C++-t. Én, mint C++ hívő azt mondom, hogy azért ennyire nem rossz a helyzet, még továbbra is legalább 3-4-5 évig C++ lesz a rendszerprogramozási nyelv, és utána esetleg az ember már lehet, hogy meg fogja fontolni, hogy máshoz nyúl. Az ő diáim egy egyszerű feladatot kell, megoldó kódrészletet mutatott be több nyelven. Az volt a feladat, hogy számoljuk ki azon számok négyzeteinek az összegét 0 és 100 között, amik oszthatóak 7-tel. Itt láthatunk egy D-s megoldást, nem túl bonyolult kód. Alapvetően van egy összegváltozónk, amit nullára inicializálunk, és nullától 100-ig minden számnál, hogyha osztható 7-tel, akkor a négyzetét hozzáadjuk ehhez az összeghez. Itt van ugyanennek a Go-s megfelelője. Itt érdekes módon a visszatérési értéknek a változóját már el tudtuk nevezni, és azt nem kellett külön a függvény törzsén belül deklarálnunk. Itt van a Rust-os megoldás. Hát itt már egy picit másabb a szintaxis, de igazából, hogyha még soha nem látott az ember Rust-ot, akkor is kitalálná, hogy ez mit csinál. És végül itt van a C++-os megoldás. Egyetlen idegen dolog az autókulcs szó lehet, amit a C++ 11-es szabványban vezettek be. Már itt sem vagyunk kötelesek kiírni mindig a típusokat. Hát, mit láttunk eddig? Alig van különbség az itt bemutatott kódok között. Minden rendszerprogramozási nyelv akkor ezek szerint ugyanazt tudja, mehetünk haza. De hát valamiért csak tartom ezt az előadást, úgyhogy valószínűleg nem lesz ennyire egyszerű a dolog, nem lesz ilyen hamar vége, főleg mivel még van néhány percem. Bőven, igen. Tehát emlékszünk, megmutattam, hogy mi az a paradigma preferencia, amit mi követni akarunk. Hogyha lehetünk deklaratívak, akkor legyünk deklaratívak. Hogyha nem tudunk elég deklaratívak lenni, akkor legyünk egy picit funkcionálisak, de semmiképpen ne imperatívak addig, amíg el tudjuk ezt kerülni. Úgyhogy próbáljuk meg betartani ezt a paradigma preferenciát, és ezt a feladatot úgy megoldani, hogy nem imperatív eszközökkel közelítjük meg ezt a problémát. Hát a legfelső kódrészlet, hát most 4 sorba van törve, de valójában túl nagy volt a betűtípus, és ezért egy picit túllógott itt ezen a fehér négyzeten, úgyhogy ezért van több sorban. De ez egy egysoros megoldás, ugyanerre a feladatra. Úgy működik, ez egy D kódrészlet, hogy az iota függvény nekünk 0-tól 100-ig előállítja a számokat. Utána a egy sorozatba. Utána a filter függvény az megnézi, hogy ezek közül melyik az, ami 7-tel osztható, és csak azokat hagyja meg, és visszaad egy újabb sorozatot. Ezt a sorozatot a map függvénnyel utána minden egyes tagját négyzetre emeljük, és utána a reduce függvénnyel vesszük az egész sorozatnak az összegét. Na most érdekesnek tűnhet az a sok string ott, meg a felkiáltójel a függvényekbe. Ez a felkiáltójel a C++-os kisebb-nagyobb jelnek a picit megfelelője, ez a template paraméter, és a D-ben erős ugye a
template metaprogramozás. Ez a lényeg, hogy én stringként D kódot tudok átadni, úgyhogy valójában ott a stringben D kód szerepel, amit végre akarok hajtani a sorozatnak az elemeire valamilyen módon. Hogy milyen módon, azt én nem mondtam meg, csak azt mondtam meg, hogy mit akarok. Tehát ezért lesz ez egy picit deklaratívabb, hogyha valaki már eleinte ez a koncepció picit idegennek tűnhet, de hogyha valaki már sok ideje dolgozik vele, akkor ezzel sokkal hatékonyabban és sokkal lényegre törőbben lehet megfogalmazni a problémákat. Már nem azt mondjuk meg, hogy hogyan akarunk valamit csinálni, hanem mit akarunk csinálni. És azt a 5 soros kódot, amit az előbb láttunk, egy sorban meg tudtuk fogalmazni. Na most a középső kódrészlet az ugyanennek a megfelelője Go-ban. Hát itt annyira nem szép, de csak azért nem szép, mert nem tudjuk olyan szépen stringben leírni, hogy mit is akarunk csinálni, tehát nekünk lambda függvényeket vagyunk kénytelenek odaírni a paramétereknél, emellett pedig hosszabbak a függvényeknek a nevei. Alul pedig a rasztos megoldás látható. Hát ugyanazt a filozófiát követi, mint a D, azzal a különbséggel, hogy másik irányból indul el. Tehát addig, amíg az előbb belülről kifelé mentünk, itt a V tartalmazza mondjuk a 0-tól 100-ig a számok sorozatát, és azt szűrjük meg, azt emeljük négyzetre, aztán azt összegezzük. Tehát igazából ez még a D-nél belülről kifelé volt, ez pedig kicsit kívülről befelé. Hát érdekesség a Rustról, hogy olyan gyorsan fejlődik, hogy ez a kódrészlet, ami itt van, a 0.6-os verzióban még jó, de a 0.7-esben, ami még nem jelent meg, már nem fog lefordulni, mert ott megváltozott egy csomó minden. Úgyhogy egyelőre még nem a legstabilabb a nyelv. Objektumorientált programozóknak általában ez a rasztos megközelítés, ez szimpatikusabb szokott lenni. Még funkcionális programozóknak elsősorban a D-s megközelítés. Ugyanakkor valójában D-ben is tudunk olyan kódot írni, ami ezt a rasztos logikát alkalmazza, valamint ugyanezt meg tudjuk csinálni Go-ban is. Tehát nem vagyunk kötelesek ezt a funkcionális logikát követni. Na most tegyük fel, hogy ugyanígy deklaratívan meg akarjuk ezt a problémát fogalmazni C-ben. Hát ez a C-s deklaratív megoldás szerintem magáért beszél, hogy nem véletlen az, hogy a C++ programozók nem igazán szoktak rá arra, hogy deklaratív módon fogalmazzák meg, amit csak tudnak, vagy funkcionálisan, mert nem áll rendelkezésükre a megfelelő eszköz hozzá. Ugyanis hát itt gyakorlatilag létrehozunk egy 100 elemű vektort, az iótával feltöltjük, létrehozunk egy listát, amiben a héttel osztható számok lesznek, aztán utána a copy-fel egy lambda függvénnyel megadjuk a feltételt, ami, hogyha teljesül, bemásoljuk a listába, ezután a listának a tartalmát egy transformal négyzetre emeljük, amit bemásolunk egy másik vektorba, és utána egy accumulate hívással számoljuk ki a végső értéket. Hát C++-ban ez hát igen, kevésbé elegáns, mint az előbb bemutatott nyelvekben, tehát ez volt az, ami miatt Russellnek az volt a konklúziója, hogy bármit, csak C++ ne. Valójában azonban, mivel én nagy C++-os vagyok, ezért kötelességemnek érzem egy picit megvédeni a nyelvet, annyira nem rossz a helyzet. C++ valójában egy multiparadigmás nyelv, és hogyha funkcionálisan akarunk valamit megfogalmazni, akkor arra is van lehetőségünk, viszont a Standard Template Library, amikor elkészítették 98-ban, akkor még nem volt ennyire divatos a funkcionális programozás, ezért az nem támogatja ezt a paradigmát. Sajnos még senki nem írt hatékony és elegáns funkcionális programozással kapcsolatos könyvtárat C++-hoz, de hogyha valaki megírná, akkor ugyanolyan egy sorban, mint D-ben meg lehetne oldani ezt a feladatot benne, tehát nem a nyelv hibája ez, hanem a standard könyvtár az, ami egy picit elavult koncepciókat követ. Na hát innentől fogva egy ideig példakódokat fogok mutogatni. A pár apróbb érdekesség abból a három nyelvből, amiről szó lesz, amit érdemes megjegyezni. Szó volt arról, hogy a D-ben elég erős a metaprogramozás. Hát például, hogyha van nekem mondjuk egy becsomagolt integer osztályom, mondjuk ez egy adatbázis kezelő rendszerből lett kivágva, ami egyik beadandóm volt az egyetemen, és meg akarom írni a különböző
aritmetikákat rá. Ugye C++-ban, hogyha ezt meg akarom csinálni, hogy a különböző operátorral működjön, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, akkor mindegyik operátorra külön megírom azt a triviális műveletet, hogy azt a value-t, ami ott private tagként ott van, azt megmódosítom és visszaadom a módosított objektumot. Na most D-ben erre nekünk nincs szükségünk, mert van nekünk egy opbinary nevű függvényünk, ami egy fordítási idejű paraméterben, egy konstans stringben meg fogja kapni, hogy mi az a művelet, amit mi el akarunk végezni ezzel az értékkel. És a mixinnel utána összekonkatonáljuk, ugye ez mind fordítási időben ismert dolog, tehát ezt fordítási időben elvégezhető művelet, összekonkatonáljuk egy stringé, hogy a paraméterül kapott futási idejű értékkel mit akarunk csinálni. És ezt a mixinnel bele tudjuk fordítani, tehát ez nem olyan, mint a Java-nak az ivalja, ami futási időben fogja interpretálni ezt a kódot, ebből natív kód fog készülni, és éppen ezért ez ugyanolyan hatékony lesz, mint hogyha mi ezt kézzel megírtuk volna. Így ahelyett, hogy nekem meg kellett volna írnom a 4 alapműveletet, ahelyett egyetlen egy darab függvénnyel lefettem mind a 4 esetet. És hogy nem működjön olyan operátorokra, amikre én esetleg nem gondoltam, és nem a 4 alapművelet része, és nincs mondjuk 2 integer között értelmezve, ezért ez az ismef-op függvénnyel, ami ott fönt látható, le tudom ellenőrizni, hogy a 4 művelet közül való-e az a művelet, amire én létrehozom ezt a bináris operátort. Emellett ott van például ez az opcmp, amivel a 2 érték különbségét adom vissza, ezáltal nem kell külön az egyenlő, kisebb, nagyobb, kisebb, egyenlő, nagyobb, egyenlő operátorokat megírnom, ezt ebből magának le tudja vezetni a fordító. Tehát ezáltal növeli a programozóknak a produktivitását. Érdekes még az override kulcs szó, amit a C++ 11-es szabványban is bevezettek, amivel azt tudom biztosítani, hogy az a függvény, amit fölülírok, az valóban létezett például a leszármazott osztályomba, tehát én biztos, hogy elfedem azt a műveletet, és véletlenül nem mondjuk egy overloadot vezetek be, vagy pedig egy teljesen másik függvényt. Hát a Java-hoz hasonlóan szuperrel lehet az ősosztályra hivatkozni, az annyira nem is érdekes. Volt szó arról, hogy támogatja a szerződés alapú programozást, tehát ha például van nekem egy függvényem, ami kiszámolja egy számnak a négyzetgyökét, akkor én különböző asszertekkel elő- és utófeltételt tudok megadni, például futási idejű hibához vezessen nekem az, hogyha paraméterül egy nullánál kisebb számot kapok, vagy hogyha túl ponthatlan lesz az eredményem. Ez egy olyan ellenőrzés, ami debug módban mind a függvény meghívása előtt az in rész, és a függvény meghívása után az out rész ellenőrzésre fog kerülni. És ez afelé egy nagy lépés, hogy az ember biztonságos programokat írjon. Egy osztálynál megadhatunk invariánst is, hogyha bizonyos, például megadhatjuk bizonyos értékekre, hogy milyen intervallumokon belül kell, hogy mozogjanak, és ezáltal ez az invariáns ez le lesz ellenőrizve minden egyes metódus hívás előtt és után, és ezáltal futási időben csomó olyan rejtett hibát meg tudunk találni, ami csak később sokkal több tesztelés után derül neki. Akkor egy érdekes feature még a D-nek, ez a scope exit. C++-ban eléggé gyakori ez a RAI programozás, ez a Resource Acquisition is Initialization, és erre egy megoldása a D-nek ez a scope exit. Hogyha van mondjuk egy mutexem, amit lokkolok, akkor azt tudom, hogy unlockolnom is kell. Hogy mikor kell unlockolnom? Hát amikor kiérek a scope-jából a mutexnek. De hogy ne történhessen olyan probléma, hogy dobok egy kivételt, és nem jut el a végrehajtás addig, hogy elérjem mondjuk az unlockot, ezért ezzel a scope exit-tel, ezzel egyből a lokkolás után megmondom, hogy akkor, amikor ebből a scope-ból kimegy a végrehajtás, akkor ez az unlock függvény ezt hajtódjon végre. Olyan, mintha egy apró RAI objektumot írnék, vagy egy RAI osztályt írnék, és azt használnám, de erre valójában nincs szükség, mert a fordító meg tudja nekem csinálni, ez egy triviális feladat, nem kell ezzel a programozót piszkálni. Akkor érdekességként még
A nyelvi szinten lehet például szótárakat létrehozni, hasonlóan a tömbökhöz, illetve működik a különböző szeletelése a tömböknek, például B az A-nak a második elem, vagy hát a kettes indexű elemétől az utolsó eleméig fogja tartalmazni az elemeket, illetve A-nak az első elemétől az ötödik eleméig háromra beállítom mondjuk az összes értéket. Tehát ez egy viszonylag magas szintű eszköz, még egyszer mondom, natív kódra forduló nyelvben, tehát tényleg afelé haladunk, hogy egy rendszerprogramozási nyelv is lehet olyan kényelmes, mint hogyha az ember egy script nyelvet használna. Áttérünk a Rust-ra. Rust-nak most egy picit olyan részeit emelem ki, amik azért egzotikusabbak, mert inkább a Haskellből emelte talán át őket. Tehát ML-ből, vagy más funkcionális nyelvekből. Egyik ilyen, ezek az összegtípusok, vagy diszkriminánsos unió, vagy tagged union, elég sokfajta elnevezése van. Algebrai adattípusoknak is szokták, Haskellben algebrai adattípusoknak hívják őket. Tehát, ha van nekünk egy alakzatunk, ez az alakzatunk nekünk, vagy mondjuk egy kör, aminek van egy középpontja és egy sugara, vagy pedig egy négyszög, aminek van egy bal felső, meg jobb első sarka, ez meghatároz egy négyszöget. Vagy hát nem négyszöget, hanem, bocsánat, téglalapot. És egy ilyen uniót C-ben is meg tudunk csinálni, illetve C++-ban is, csak ott a programozóra van bízva az, hogy számon tartsa, hogy az unióban éppen melyik fajta típus helyezkedik el, hogy az most éppen most körként szerepel, vagy egy téglalapként. És hogyha ezt elrontja a programozó, akkor az különböző rejtélyes futási idejű hibákhoz fog vezetni. És Rust-ban a típusrendszer ezt nekünk garantálja, hogy az a kód, ahol rosszul akarjuk ezt használni, nem is fog lefordulni, mert nem típus helyes, ezáltal egy csomó hibát már elkapunk futás előtt. Tehát még mielőtt végrehajthattuk volna. Érdekesség még, hogy ha egy új változót bevezetünk, mondjuk C-ben, és annak valamilyen másik változótól függne az értéke, akkor minden egyes ságba külön meg kéne mondanunk, hogyha mondjuk egy salátát rendeltem, akkor az ár legyen 350, hogyha muffint, vagy a 3,5 mondjuk font, hogyha muffint, akkor 2,25. Tehát igazából ez az értékadás, ez mind a három ágban meg kéne, hogy jelenjen. És erre azt mondja a Rust, hogy hát ez egy teljesen fölösleges és redundáns dolog, miért kellene a programozónak ennyit gépelnie, legyen az ár az egyenlő ennek az elágazásnak az értékével. És ennek az elágazásnak az értéke az az adott ágokban lévő kifejezésnek az értéke lesz. Attól függően, hogy melyik ág az, ami teljesül természetesen. Illetve van benne mintaillesztés, ami a funkcionális programozásnál eléggé kényelmes. Mintaillesztéssel lehet az ilyen uniótípusokat is, amiről az előbb szó volt, kibontani. Például, hát ez kicsit hasonlít a switch case-re, csak sokkal rugalmasabb, hogyha a számom az mondjuk 3 és 10 közt van, akkor írjam ki ezt a szöveget. Akkor legfelül láthatunk egy egyszerű maximum keresés, picit funkcionálisabban megfogalmazva. Alapvetően ilyenkor már ciklus se nagyon kell írnunk, hogyha ezeket az eszközöket használunk. Akkor ott alul látható az emlegetett option vagy maybe típus, aminek két lehetséges értéke van, ezeknek az értékeknek az uniója, none, az semmi, tehát hogyha nem járt sikerrel a művelet, szám t, azaz egy t típus, hogyha sikerrel járt a művelet, és van egy t típusú eredményünk. Akkor említettem, hogy nincsenek osztályok, helyette traitek vannak, ezek a Haskell-es típus osztályoknak felelnek meg, amik nem osztályok, hanem hát igazából elég hosszú idő lenne most, nem fér bele az előadásba pontosan elmagyarázni őket, de hogyha felveszek mondjuk egy printable traitet, vagy típusosztályt, akkor egy integerhez meg tudom valósítani neki az egyik függvényét. Legegyszerűbb úgy gondolni rájuk, mint hogyha mondjuk interfészek lennének. De rendelkezhetnek amúgy alapértelmezett implementációval. A Google Go-ban nincs inline assembly, nem opcionális a garbage collection, nincsenek exceptionjeink, még generikeink sincsenek, viszont ez legalább már nagyon jól működik, úgyhogy lehet használni. Konklúzióként a C++ az nagyon sokáig maradni fog még,
C++-ról D-re a legegyszerűbb váltani, viszont Rust-tal szerintem avatott szemeknek sokkal szebb kódot lehet írni, vagy hát, hogy sokkal szebbek a Rust kódok, hogyha az ember egyszer már hozzájuk szokott, viszont jelenleg nagyon instabil ez a nyelv, tehát ennek a használata a legkevésbé ajánlott. Illetve érdekes módon például a körizés, ami szintén nem egy nagy újdonság, az mind a három megemlített nyelvből hiányzik, úgyhogy valószínűleg még lesz. Lehet majd még ilyen előadásokat tartani arról, hogy mik azok az új nyelvi feature-ök, amik éppen aktuális rendszerprogramozási nyelvekben megjelentek, de hiányoznak még a régiekből. Akkor köszönöm a figyelmet.